Szeretettel köszöntöm Önöket a mai megnyitó ünnepségünkön, szokásunkhoz híven a Polgárdi Napok, a nyári fesztivál rendezvénysorozata a Népi Hímző Szakkör munkájának kiállításával nyílik meg. Megtudtam Tercsi nénitől, hogy az idei év tematikája, és ezt itt az asszonyok, hölgyek, ahol felsorakoztak, itt mögöttük jól látható, hogy a drámaszögi motívumok köszöntek vissza egyfajta központi motívumként az elmúlt évek munkájában. De nagy örömünkre egyébként látható itt több más hímzés minta és kezeljük munkájának eredménye, és nagy örömmel látjuk ezeket a kis művészeti alkotásokat kiállítva. Azért mondom, hogy művészeti alkotás, hiszen, mint Önök is tudják, gyors munkával, amikor ezt ma előkészítettük, itt egy festménykiállítás volt, így hát elmondhatjuk azt, hogy a augusztus hónapban gyakorlatilag kettő művészeti kiállításnak is szemtanúi lehettünk, és megtekinthettük őket, és úgy, ahogy az előzőnek is szoros polgári kötődése volt, itt is nagy büszkeséggel látjuk ezeket a kiállított művészeti tárgyakat, és szőtteseket, és hímzéseket, és nagyon szépen köszönöm, hogy idén is elhozták nekünk ezt a gyönyörű munkát, és én meg is szeretném kérni Tercsinét, tekintettel, hogy nem vagyok a témában szakavatott, hogy néhány mondatban mutassa be az egész éves munkájukat. Parancsön, Tercsinét! Akkor köszönöm szépen! Hát kezdem akkor én is itt ezzel, a lényegesen több hímzés látható itt a dráva szögiből. Ez nem egy közismert hímzés, kevesen ismerik, de mi mégis birtokolhatjuk ezeket a motivumokat, és sikerült felhasználnunk méghozzá dr. Gönyei Sándornak, a néprajzkutatónak a igyekezett a szorgossága következtében maradtak fennünk ezek a gyönyörűséges minták. Azért mondom, hogy minták, mert ez a színében nem tobzódik, sőt nem is ilyen alapra varták, hanem feketére. Ez a menyecskéknek a fején volt a főkötő, itt hátul díszítette ez a motivum a kontyukat. Az egy becsülendő dolog volt, akinek szép kontya volt, és akinek gyérebb haja volt, az még ki is tömte azt, hogy azért, hogy azon mutasson a főkötő. Na, először is azt tisztázzuk, hogy a dráva szög hol van. A nevében is bent van dráva szög, a Duna és a dráva összefolyásánál, sőt még átnyúlik egy kicsit még a mostani területre is. És ő gyűjtötte össze ezeket az anyagokat, mert a múzeumban 48-50 darabot lelt fel, és ezen fellelkesülve, ez a szép ember bejárt sok helységet. Nem tudom, hogy valakinek, ha valamelyik községnek a neve esetleg ismerősnek tűnik, Kopács, Benje, Laskó, Csuza, Sepse, Karancs, Nagyharsány, Hercegszőlős, Vörösmart, tehát 10 községet kutatott ő, és nem csak magát a főkötőket gyűjtötte össze, hanem vele kapcsolatos minden közlésre érdemes dolgot is. Na most a Néprajzi Társaság még 1924-ben elhatározta, hogy olyan kiadványsorozatot létesít, ahol a különböző tájegységeket ismertetik.
Volt ez tehát 24-ben, de 27-ben valami okok miatt valószínű, hogy ugye ennek, mint ahogy általában szokott lenni, pénzügyi probléma miatt, meg ugye azért már közeledett a szombat és a hatása talán, hogy gondolták, és ez megszűnt. Na most 43-ban elhatározták, hogy ismét megindítják ezt a néprajzi sorozatot, és azért 44-ben a drávaszövi hímzés így jelenhetett meg, tehát az ő Dr. Gönyei Sándor, azért ennek érdemes a nevét megjegyezni, már nagyon nagy dolgot művelt, és mi is az ő gyűjtése nyomán, mutatok oda a Mária néni, aki volt a tanítómesterünk, akinek ott van egy elve kiírva, az ő révén jutottam én ehhez hozzá, hogy megvan, és abból válogattuk a szebb-nészebb motivumokat itt, és azt szerint, hát haladtunk itt a munkában, hogy kinek melyik tetszett, akkor azt készítettem, és szóval ez a Gönyei, a Fehér Mária, én, és így jött ez a láncolat, hogy nagyon-nagyon szép. Először egy kicsit úgy idegenkedtünk is tőle, de én azt hiszem, hogy bárhol megállja a helyét. Na, kérném szépen, akkor összesen itt most 13, ide felírtam, puskáztam, 14 tájegységet láthatunk. A többiekről sorba ott a Ráva köz, azt tudjuk, ugye az ország nyugati részén van, akkor, ahogy jövünk erre keletre, ott van a gyönyörűséges hövei hímzés, akkor a sárközi hímzés, ez mind-mind igen régi szép hímzés, mindegyik, mert azért most nagyon divatos a kalocsai is, most ugye, de viszont az a legfiatalabb, nem mintha leszólnám Isten ments, mert szép, ha szépen van varrva, de abban lehet a legtöbbet tévedni a szint illetően, hogy a sárközűben viszont ott van a szép, vagy a kalocsaiba, bocsánat, a kalocsaiba ott van a szép ókalocsai. Akkor a tovább menve látjuk ott a palócot, és most ugrok egyet, itt a sarokban van, ez a szép színes matyóhímzés. Na most, ha valaki színeset akar, akkor még a színesek között a kalocsai, illetve a matyó között választva, inkább a matyó a szerencsésebb, az egy sokkal régebbi kiforrott mintával rendelkező hímzés, és ha valakinek a lelkülete úgy gondolja, hogy én a színeset szeretem, azzal jobb kárván van, akkor a matyót választja inkább. És akkor itt a legvégén látjuk, na de nem utoljára, de nem utolsó sorba szokták mondani, ilyet már láttunk, ez a mostani Szlovákia területén levő hímzés, a Trencsén vidéki hímzés, de ez is nagyon szép. Ugye, hogy ez is bárhol tényleg gyönyörűséget kelthet, akkor az a sötét színű például, az egy nagyon-nagyon régi, matyó főkötő volt, de ez a kendő alatt volt, ami ott látható, az a gyapjú hímzéssel. Ez meg az ország keleti részén ugye a szépséges komádi hímzés, ilyet is láttunk már a kiállításaink során. Most is, ha lehet, akkor szívesen foglalkozunk vele. Hát ennyi volt, amit mondhattam volna.
Én nagyon, jaj, és várjunk csak, mert ma van Ilona, a szakkörös társaimon kívül, aki bárki. Ilona, sok szeretettel köszöntöm, minden jót kívánok neki, és köszönöm, hogy mindannyiunk nevében, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és mindenkinek szép napot, jó ünnepeket kívánok még, ami hátra van, és köszönjük szépen még egyszer. Pedig köszönöm szépen Tercsényének és az egész képző szakkörnek az egész éves munkáját, és remélem, hogy nagyon sokáig megörvendeztetnek bennünket a kézi munkáikkal. Isten éltesse meg egy sokszor. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor tekintsük meg a munkát. Most pedig tessék megnézni, tessék.